apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 6. részében, a 10-től 17-ig terjedő versekben a következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. A kegyelem Szent Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, mi teremjünk sok és áldó gyümölcsöt az ő dicsőségére. Ezért imádkozzunk, halljuk meg bűneinket, hitünket hangosan az Úr színe előtt. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és hitbeszült lelkek társaságában trónusod elé visszük a áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseket. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, várjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyán, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosabb lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet ad meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Fogadjuk el helyeinket, és a 42-es Zsoltárunkat keressük meg. A 42-es Zsoltárunknak az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fogászkodik. Oh,
Istenünk, édesatyánk az Úr Krisztusban, téged dicsőíteni, téged magasztalni jöttünk el ezen a vasárnap délelőttön a te szent házadba. Téged hálunk és magasztalunk a jóságodért, a te szeretetedért, amit naponként megérezhetünk. Áldunk és magasztalunk azért a hatalmadért, amivel megteremtetted ezt az egész világ mindenséget, és benne egyen-egyen a mi kicsi életünket, és köszönjük, hogy ezzel a hatalommal formálod ma is mindannyiunknak az életét. Köszönjük, hogy minden nap érezhetjük a te jóságodat. Áldunk és magasztalunk, hogy akkor, amikor elcsülkedünk, akkor, amikor úgy érezzük, hogy nehéz az élet terhe, amikor vigasztalhatatlanoknak érezzük az életünk terhei miatt a sok-sok gyászt, nyomorúságot, és mindazt, amit hordozunk az életben, akkor te mellénk állsz, vigasztaló szóval, erővel hirdeted, mutatod fel a te jelenlétedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy most úgy jöhettünk ide, hogy hozhatjuk önmagunkat, a szívünket, a gondolatunkat, mindazt, ami bennünk van, ami körülvesz, úgy, ahogyan vagyunk. És köszönjük, hogy te így fogadsz el bennünket. Köszönjük, hogy egyedüli vagy, aki előtt feltárhatjuk egészen őszintén mindazt, ami bennünk van. És köszönjük, hogy meghallgatsz. És a meghallgatás után rögtön várhatjuk a választ is. Bocsáss meg nekünk, hogyha mi sokszor kételkedünk a te hatalmadban, a te jelenlétedben. Sokszor talán azért fordulunk el tőled, mert nem az elképzeléseink szerint hallgatod meg a kéréseinket, de hisszük és tudjuk, hogy úgy a jó, ahogyan te tervezel velünk. Kérünk, Urunk, hogy most légy itt közöttünk, hadd érezzük meg ismét a te jelenlétedet. Segíts, hogy megnyithassuk a gondolatainkat, nem csak a füleinket, de a szívünket is, hogy befogadjuk azt az igét, amit mára készítettél elő mindannyiunknak. Kérünk, hogy ne csak az ige hallgatója, hanem az igének a hirdetője is érezze meg a te jelenlétedet, és ez az Isten tiszteleti óra most mindannyiunkat így vigyen előbbre a fő jóra, így legyen áldott ez az idő, amit a veled és az egymással való közösségben tölthetünk az Úr Krisztusért. Amen. A 156-os énekünknek az eléneklésével készüljünk az ige meghallgatására. A 156-os énekünk így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent lélekbe. És az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai
és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Ez Istennek ígéje. Szeretettel köszöntöm a Gyergyó Szent Miklós gyülekezetet. Nem először vagyok itt ebben a gyülekezetben ige hirdetőként, lehet, hogy vannak, akik emlékeznek rám. És ma hálás vagyok, Istennek jóságának tulajdonítom ezt a mai alkalmat, hogy itt lehetek igét hirdetni. Miért éppen az Efézusi levélből hangzik ma az ige? Egyszerű oka van ennek. Mindenki azt szólja, ami általában a szívében és a gondolataiban van. Az én szívemben és gondolataimban azért van most az Efézusi levél, mert otthon, Erősdön, az egész nyár folyamán ezzel a levéllel foglalkoztunk. Tehát ezt a levelet próbáltuk megismerni, és nem csak megismerni, hanem ennek a levélnek az alapján Istennek az üzenetét a szívünkbe zárni. És amikor ezt a levélnek a tanulmányozását elkezdtük, és most a 6. fejezetből olvastam a bibliai részt, tehát ez már a levélnek a vége. Mindenkinek ajánlom, még a vasárnap délutáni csendességében, hogy ezt a levelet felnyissa, olvasson belőle. Az első 3 rész az egy nagyon komoly elméleti, teológiai megalapozottságról, arról beszél, hogy Isten milyen nagy tervet készített az ember számára Jézus Krisztusban. Hogy hogyan hívott el minket, hogyan választott ki bennünket, hogy örökös társaivá tett bennünket az Úr Krisztusban. És aztán a folytatása, a 4., 5., 6. fejezete ennek a levélnek pedig egészen gyakorlatias tanácsokat, buzdításokat tartalmaz. És éppen ezért annyira szenzációs ez a levél, mert hogy egészen konkrétan elénkbe adja, hogy az a hívő ember, aki elindult az Úr Jézus Krisztusnak a követésében, az hogyan éljen a hétköznapokban. Tehát mindenképpen úgy, hogy méltó legyen az Úrhoz. Tehát az ő tetszése szerint éljen. És ez egyáltalán nem egy könnyű feladat. Bizonyára, hogy mi is tapasztaljuk az életben. De hogy a keresztény életrend, a krisztusi életrend az bennünket kötelez, akár a házasságban, akár a családban, akár az emberi kapcsolatokban, akár a mindennapokban, beszédben, magatartásban, kötelez arra, hogy az Isten tetszése szerint éljünk. És mi mindennek az oka? Az, hogy a Szentírás úgy adja elénk, hogy a hit és a cselekedetek azok összetartoznak. Tehát a gyakorlat életben kell, hogy felmutassuk a hitünket. És amit felolvastam, ez a 2 vers is nagyon gazdag mondani valóval bír. Én itt nincs arra idő, hogy most egészen részletesen minden ága bogát megragadjuk és kifejtsük az igének. Én egyetlen fő gondolatot ragadtam ki, mégpedig azt a buzdítást, amit úgy éreztem az igén keresztül, ami egészen számomra is nagy erőt jelentett, mégpedig az, hogy a keresztény élet az harc. Tehát erre buzdít bennünket az ige, hogy a mindennapi kapcsolatokban, az ember-ember viszonyában
nem megy könnyen az engedelmesség a Krisztusi életben, és akkor érezzünk egy nagy buzdítást, hogy de legyünk kitartóak, de azért álljunk meg a hitben. És hogyha figyeltük, akkor ez a buzdítás itt van ebben a 11.-12. versben, hogy hát öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy meg tudjatok állni a harcban. Tehát az, amit mi Jézus Krisztusban kaptunk hívő emberként, tehát amit nekünk ajándékozott az Úr Jézus Krisztus, az a mindennapi életünkben látható kell, hogy legyen. Aztán szépen leírja itt az apostol, hogy hogyan harcoljunk, hogy mivel, hogy milyen fegyverzetet öltsünk magunkra, de maga lényeg az, hogy a keresztény élet az harc, tehát harc azért, hogy mindaz, amit Isten kér, az megvalósuljon az életünkben. És hogy attól senki és semmi ne tudjon letéríteni, tehát ne tudjon megfosztani az Isten által felkínált lehetőségektől és ajándékoktól. Most azért, hogy megértsük, hogy milyen harcról is van szó, egy általános és nagyon egyszerű példát említek. Bizonyára, hogy ismerjük a 10 parancsolatot, nagy vonalakban biztos, és abban tudjuk, hogy ott van egy ilyen, hogy megemlékezzél a nyugalom napjáról, hogy megszenteld azt. És akkor ott szépen magyarázza tovább, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek napja, és akkor azt szánd neki. Tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy az Úristen a 6+1 törvényét elhelyezte a mi emberi életünkben. És megmondja nekünk szépen, hogy a 6 nap munka, szórakozás, pihenés, bármiféle elfoglaltság után legyen egy olyan idő az ember életében, amikor elcsendesedik, amikor kizárja a külvilágot, amikor csak egyedül az Isten dolgaival kezd foglalkozni. Tehát egyszerűen elkészíti magát arra, hogy alkalmas legyen, hogy az Úristennek a beszédét, az akaratát, a vezetését, azt meghallja, elfogadja és azt szerint élje. Na és mi van ezzel a 7. nappal? Hát nagyon sokszor visszahallom, de mi is a családban megéljük ezt a harcot. Hát pontosan most vasárnap délelőtt megint fel kell öltözni, megint el kell indulni. Annyi dolgunk van, hát tényleg mindig van teendője egy szorgalmas embernek. És hát a fiataloknak is, a gyerekeknek is, hát egész héten az iskola, szórakozások, kör, tehát jó lenne egy kicsit pihenni. És akkor nézzük a más családokat, nem? Hát ők mindig kirándulnak, mindig ide-oda mennek. És akkor ott az ember lelkében, tehát a hívő ember lelkében egyszer csak elindul egy ilyen harc. És vajon ki fog győzni? Én azt mondom, hogy ma, akik itt megjelentek Isten házába, mindannyian győztesek. Mert hogy ma győztek. Jöttek, hogy Istennel találkozzanak, és ráfigyeljenek, és az ő igényét meghallgassák. De aztán kitartónak kell lenni, hogy ez a 6+1 törvénye, ez aztán tényleg folyamatosan ott legyen az életünkben. És akkor a nagy harcok aztán ezután következnek. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek a szép harcát. Én megharcoltam, és te is harcold meg. Tehát a hívő ember élete az folyamatos harc. Mondhatom azt is, hogy a hívő ember az Krisztusnak a harcosa. Fegyverzetet kell, hogy magára öltsön. És az a jó, hogy ennek a harcnak van vége és van tétje. Tehát van értelme ennek a harcnak, van jutalma ennek a harcnak, azt mondja a Szentírás. Csak egyetlen egyikét hadd említsek ide. A mennyei jelenésekről írott könyv 3. részében, ott a Laodicea-beli gyülekezetnek írott levélben mondja az ige, hogy aki győz, annak megadom, hogy az én királyi székembe üljön. Tehát van tétje
ennek a harcnak. Ide kapcsolódik az is, amit az Úr Jézus tanít nekünk a két útról. A néptől is azt mondja, hogy két után előttem, melyiken induljak, de a Szentírás is azt mondja, hogy két út van. Tehát van egy keskeny út, és elől az Úr Jézus Krisztus megy. És azt mondja, hogy gyertek, utánam ezen a keskeny úton, vannak ennek az útnak nehézségei, de ez az út a célba juttak. Tehát megérkezünk ezen az úton a célba. A másik út, a széles út, az a halálnak az útja. Sokan ezen járnak, és ennek a vége a pusztulásba visz. És akkor, amikor az Úr Jézus hívja a tanítványokat, hogy menjenek utána és kövessék őt ezen a keskeny úton, akkor elmondja nekik, hogy hát ezen az úton nehézségek lesznek. A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. Engem gyűlölnek, titeket is gyűlölni fognak az én nevemért. Engem üldöz a világ? Lehet, hogy téged is el fognak hagyni a világi barátok, akik lemorzsolódnak egykor az úton mellőled, nem akarnak veled járni. Talán megszólnak, lenéznek, a hátad mögött összemosolyognak, hogy hát hívő vagy, te tényleg, valóban hiszel és jársz a Krisztus útján, és komolyan veszed. És sokszor megtapasztalhatjuk ezt a fajta megaláztatást az Úr Jézus nevéért. És amiért hangsúlyosnak tartom, hogy a keresztény élet az harc, az azért van, mert egyre inkább én azt tapasztalom, hogy mi egy olyan kényelmes, egy olyan laza, egy olyan rózsaszín keresztény életet szeretnénk élni. Amikor, hát, mikor szükségünk van, akkor egy kicsit imádkozunk, és azt is azért, mert a mi érdekünkben, hogy hát segítsen az Úr, akkor, amikor szükségben vagyunk, óvjon meg a betegségektől, a nehézségektől, aztán többivel nem nagyon foglalkozunk. És ezzel szemben az ige azt mondja, hogy harcoljatok. Tehát vegyétek fel Isten fegyverzetét, mert az nem egy kényelmes életforma. Harcban állunk. De mielőtt elmondaná ezt, igazából azzal kezdi az igét Pál apostol, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Tehát a harchoz erő kell. Meg kell erősödni. Tehát az Úr erejében kell megerősödni. És vegyük észre azt is, hogy az a jó, hogyha harcban állunk. Tehát, hogyha itt közülünk van, aki már érezte a lelkében azt a harcot, hogy mit jelent az, hogy engedek, hogy engednem kell az Úrnak, de mégis, mintha valami mindig visszahúzna, és mindig, mintha valaki valami más tanácsolna ott benne a gondolataim és a szívem mélyén, annak az embernek mondhatom úgy, hogy a jó úton van az élete. És azért van az jó úton, mert hogyha valakinek lelki harca van, akkor van lelki élete. És hogyha van lelki élete, akkor él ez az ember. Akinek nincs lelki élete, arról mondhatjuk azt is, hogy halott. Tehát nagy kegyelem az, amikor valaki ott a lelke mélyén harcol. És felhívja a Szentírás a figyelmüket arra is, hogy ez a harc az Úr nélkül nem fog menni. Tehát nagyon hangsúlyos. Erősödjetek meg az Úrban. És ez, hogy erősödjetek meg az Úrban, ez azt jelenti, hogy én magamat nem tudom megerősíteni. Tehát hiába gondolom magamról, hogy de hát én aztán egy olyan erős, kemény, okos, ügyes ember vagyok, mert nem így van. A hit harcához az Úrtól kapott erőre van szükségem. És ezt az erőt, ezt az Úr folyamatosan szeretné nekünk adni. Tehát az Úristen mindig egy élő és folyamatos kapcsolatban kíván velünk lenni. És nekünk az a gyengénk, hogy ebben a harcban nagyon sokszor elbukunk. Elbukunk azért, mert hogy
Ez az élő és folyamatos kapcsolat. Amikor kapnánk az Úrtól az erőt, ez valahol meg van szakadva. Megszakad, mert hogy a kísértések, a testi kívánságok, a világnak a mindenféle vágyai, azok valahogy letérítenek az Úr Jézus Krisztus útjáról. Tehát az Istennel való kapcsolat, a benne való megerősödésnek a feltétele, hogy egy ilyen élő, folyamatos közösséget tudjunk vele fenntartani. És miért fontos ez, hogy folyamatosan erősödjünk? Azért, mert a lelkileg gyenge embert környékezi meg a sátán, az ördög, a gonosz. És róla azt mondja itt a Szentírás, hogy ő ravasz, mesterkedik. Olyan szép, amikor Pál apostol így fejezi ki magát, hogy erősödjetek meg az Úr hatalmas erejében. Érezzük ennek a kifejezésnek a szépségét, hogy az Úrnak hatalmas ereje van. Ezzel szemben a sátánt nem lehet lebecsülni, neki is van ereje, de az inkább a ravasságban, a mesterkedésben mutatkozik meg. Tehát inkább becsüljük fel a mi hatalmas, erős Istenünket. Inkább keressük mindig a vele való kapcsolatot, hogy kaphassuk tőle az erőt, hogy meg tudjunk állni a sátánnak a mesterkedéseivel szemben. Tehát, hogy megállhassunk a sátán mesterkedéseivel szemben, egyetlen egy fontos dolgot tehetünk, hogy egyre többet foglalkozunk a mi hatalmas megváltónkkal. És akkor csak egy picit még arról, hogy a sátánnak, a gonosznak a jelenléte az hogyan is van az ember életében. Mert hogy ezzel kapcsolatosan olvastam, hogy hát két ember beszélget egymással, és az egyik azt mondja a másiknak, hogy hát én még soha nem találkoztam az ördöggel. És a másik azt mondja, hát igen, mert nem szoktunk találkozni azzal, akivel együtt haladunk az úton. Nézd hátra, és majd észreveszed őt. Tehát tekints hátra az életedben, és észreveszed őt. Tehát, akivel együtt haladunk az úton. Tehát úgy éreztem, hogy ez a hangsúlyos, mert hogy ő mindig ott van mellettünk. És ez abban mutatkozik meg, amikor úgy éljük a mi testi életünket, amikor a lelki dolgok abszolút nem érdekelnek. Na vajon miért van ez, hogy csak a testiekre hajtunk, és csak azon az útvonalon vagyunk? Mert mint hogyha valaki ott lenne mellettünk, és folyamatosan, szépen mesterkedne és eltérítene az Isten szerinti életútról. Ezért mondja Pál apostol, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem levegőbeli hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói, a gonoszság lelkei ellen. Tehát az ördög lelkei ellen is, mindazok ellen, akiket az ördög felhasznál. De ez nem test és vér, tehát ugye nem testileg, anyagilag megfogható vagy látható módon jelenik meg az életünkben, hanem olyan szellemi erőként vagy hatalomként, amivel szemben csak az Úr Jézus Krisztus tud minket felvértezni, megvédeni. Na és ebben a harcban az a csodálatos, hogy a győzelem az biztos. Közben kapunk sebeket, de ebben a harcban Jézus megy elől. És először úgy tűnt ott nagy pénteken, hogy az egész Jézus ügy elbukott. Hogy az ellenség legyőzte őt. De aztán jön a harmadnap, a feltámadásnak a napja, és akkor megmutatkozik, hogy ki az igazi győztes. Az igazi győztes az a Krisztus, aki legyőzte a halált. Na hát ez a mi harcunknak az ereje is. Mi mindig arra gondoljunk, hogy mi, ha Jézus Krisztust követjük, akkor mi a hatalmas,
győztes, halál felett is uralkodó Úrnak a seregében vagyunk. Ha ő győzött, akkor mi is győzni fogunk. És ebben a harcban ő van mellettünk, a hétköznapokban is. És ezért akkor felelhetünk erre a megértett és meghallott ígére, majd az éneknek a szavaival, hogy fel, baráti, drága Jézus zászlaja alatt. Amen. Feleljük akkor a meghallott ígére, a 476-os énekünket énekeljük el. A 476-os énekünknek énekeljük mind a 4 versét, és az első vers így kezdődik, fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Te látod, te ismered, hogy bizony bőven van nekünk harc.
arcunk. Egészen személyesen megkaptuk mindannyian azt, amiért és ami ellen nekünk harcolnunk kell. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk a Te hatalmas erődben. Köszönjük, hogy ebből szüntelenül táplálkozhatunk, meríthetünk. És bocsáss meg nekünk azt, hogyha olyan sokszor elbizonytalanodtunk már, annyi kételkedés, annyi értelmetlennek tűnő gondolat kísértett meg már bennünket. Segíts, hogyha most megértettük azt, hogy a Te követésed a földi életünkben harcot jelent, akkor tudjunk ebben a harcban kitartóak lenni. Tudjunk veled folyamatosan élő kapcsolatot fenntartani, hogy tudjunk megerősödni, mert bizony nagyon sokszor gyenge emberek vagyunk. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Olyan sokszor elbukunk apró dolgok felett is, és akkor meglátszik az, hogy bizony nagy baj van a hitünkkel. Olyan sokszor aggodalmaskodunk fölöslegesen, mert nem bízunk a Te hatalmadban, a Te jelenlétedben. Olyan sokszor vigasztalhatatlanok vagyunk egy betegség vagy egy gyász miatt, mert nem bízunk a Te feltámadásodban, abban az erőben, hogy még a halált is le tudtad győzni, és bennünket is ebben a győzedelemben kívánsz részesíteni. Bocsáss meg, Urunk, hogyha a hétköznapokban olyan lecsükkesztett fejjel, mosoly nélkül, öröm nélkül, boldogtalanul éljük meg a keresztény krisztusi életünket. Most azért imádkozunk, hogy kapjuk meg azt az erőt, amit egyedül csak tőled kaphatunk, hogy legyünk készen a harcra. Bocsáss meg, Urunk, amikor csak azt a laza, kényelmes életet szeretnénk élni, pedig Te azt szeretnéd, hogyha kitartóan, erősen, felvértezve állnánk a sarat ebben a földi életben. Imádkozunk, Urunk, hogy add a Te lelkednek az erejét, hogy a hétköznapokban is megállhassunk ebben a harcban. Drága jó Istenünk, most imádkozunk azokért is, akik kimondottan érzik, hogy bizony nagy harcban állnak ott legbelül a szívük mélyén. Talán azért, hogy meg tudjanak vigasztalódni, mert az elmúlt hetekben, napokban szerettüket veszítették el. Segítsd őket, Urunk, hogy tudják életüket, halálukat, szerettük életét is oda tenni a Te kezedbe, és bízni abban, hogy nem csak földi élet van, hanem a földi életen túl van örök élet is, üdvösség is, ott, ahol Te vagy, minden mindenekben. Kérünk, Urunk, hogy állj azok mellé, és akik betegségben vannak, vagy éppen beteg társukat gondozzák. Légy, Urunk, a családokkal. Te látod, hogy mennyi zűrzavar, idegeskedés, nézeteltérés van nagyon sokszor a gyerekek, szülők, testvér-testvér között. Kérünk, Urunk, hogy a Te békességed legyen jelen, hogy ezzel a békességgel tudjunk győzni a bennünk feltámadott sok zűrzavar felett. Drága jó Istenünk, imádkozunk azért is, hogy légy a fiataljainkkal, légy a gyerekekkel, akik elkezdtek egy nehéz iskolai évet. Kérünk, hogy légy ezzel a gyülekezettel, hogy tarts meg közöttük a közösséget, a szeretetet, a békességet, hogy együtt tudjanak a Te dicsőségedre élni és munkálkodni. És még annyi mindent tudnánk, Urunk, felsorolni, de kérünk, segíts, hogy ezt a megkezdett imádságot egészen csendben, őszintén folytatni tudjuk. Bizalommal tárjuk fel szívünket az Úr előtt. Áldott a
az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.